egészségünkre. Olyan jó ezt a szót kimondani, és meg kell mondjam, hogy én Éliás Tiborral együtt teljesen komolyan gondoljuk minden egyes alkalommal, amikor kimondjuk. Így van, Tibor? Hogy egészségükre. Én szeretettel köszöntöm elsősorban az édesanyákat, és azért gondoltam egy olyan termékre, ami tulajdonképpen minden korban aktuális, minden korban. De én nagyon szeretem az idősödő embereket, a már nem túlzottan fiatalokat. Sok dalt is énekeltem ilyen tekintetben. De azt hiszem, hogy ha a természetgyógyászatot és a gyógynövényeket figyelembe veszem, akkor van egy olyan növény, amit úgy hívnak, hogy a fiatalodás, a fiatalitás és a fiatalnak maradás gyógynövénye. És ez nem más, mint a talán a legősibb, legrégibb, legtovább élő növény, a ginkgo biloba fa termése, és annak a gyógynövény drogkészítménye, amelyet tabletta formájában bárki elérhet. És miért mondom mindezt? Azért, mert sajnos nagyon sok idős ember küzd közeli demenciás állapottal, tehát ilyen idegrendszeri, elbutolásos folyamatok, amikor már saját magának és másoknak is kezd terhére lenni, és pontosan ez az a növény az, amely nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Tehát nem véletlen nevezik a fiatalodás vagy a fiatalság növényének, de millió más szempontból is mondhatom azt. Például a trombociták nagyon-nagyon csúnya dolgokat művelnek. A trombociták, megfogadtam, hogy nem mondok latin neveket, de néha muszáj, mert körülírni is nehéz, hogy... Nincs más neve. A vérlemezkéknek az összecsapzódása tulajdonképpen trombózist okoz, tehát a trombózist okozó anyag az a vérlemezke... Jó, tehát maradjunk abban, hogy a vér besűrűsödését, a vér letapadását, a trombózusok kialakulását tudja megakadályozni a ginkgo a terpenlaktonok segítségével, ami tulajdonképpen így kimondva nagyon egyszerű, de végül is arról van szó, hogy az agyvérzés, az agyi érszűkületek, az agy ér elmeszesedés, ezek mind-mind iszonyatos káros dolgok, hát problémát okoznak, de nem csak az időseknél, hanem az idősebbeknél is. Tehát már én azt mondom, hogy 40 év fölött. 40 év körül már egyes embereknél felgyorsul a vérkeringésben lévő oxigén mennyiségének a csökkenése okozta károsodás az agyban és a legkülönbözőbb területeken. Itt értem a két végletet, tehát a lábszár vér ellátottság is csökken, és ebben is a ginkgo tud segíteni. Nem véletlen vannak ginkgo készítmények, amiket gyógyhatású tablettának, készítménynek minősített az OGYI, és persze nem mindegyik az. Úgyhogy ugye nagyon sokan kérdeznek, hála jó Istennek egyre többen kérdeznek, és én boldogan kapkodom a telefonokat, vagy ha eljönnek személyesen is. És majdnem mindenki azt kérdezi, hogy na jó, de melyiket válasszam? És ez hála a jó Istennek, hogy megkérdezik, hogy melyiket válasszam. Hogy eljutottunk idáig, hogy igényesek az emberek. Pontosan, és ez a legjobb szó, hogy igényesnek kell lenni, mert ahogy mit mondjak a rózsák között is, hogy anyáknapi rózsát említsek, a rózsák között is millióféle van, de van, amelyik fut, van, amelyik hosszú törzsű, magas törzsű, van, ami bokorrózsa, van, ami nagyon illatos, van egy kis apró virág, és van a csipkebogyó, mert az is rózsa, róza kanina. Tehát a ginkgónál sem mindegy, hogy milyen termésből, milyen feldolgozással és milyen hatékonysággal kerül forgalomba. A legegyszerűbb ginkgófa levél ledarálva, összepasztillázva, és mi megesszük, mint a nyúltápot, ettől kezdve az olyan hatékonyságig, mint ami
nem a levelet esszük meg darálmány formájában, hanem annak az úgynevezett quintesszenciáját, tehát kivonatát, sűrítményét kapjuk, ráadásul a Ganoderma lucidum kínai pecsétviaszgomba, a Fo Ti és a kinézi sisandra, ezek mind-mind megérnének egy estét, hogy mi mindent csinálnak. Egyik jobban licitál a másikra, mert hogy mindegyiknek hasonló tulajdonsága van, mint a ginkónak, de mindegyik valamiben speciális. Például a kínai kúszó növény, ez a sisandra, ez igenis, hogy a fiatalság megmaradását próbálja elérni azoknál, akik szedik, használják, hiszen, hát ne csak az anyukákra gondoljunk, hanem gondoljunk az apukákra is, hogy bizonyos férfiassági állapotot befolyásol, és ez bizonyított tény. Tehát egyre több és több cikk jelenik meg, hála jó Istennek, én most már egyre többet olvasok, eredetiben is, meg magyar fordításban is, el is olvasom, jó? Azt mondja, hogy az időskori elbutalás, a javít a szellemi egészségen, a diabetes retinopátia, tehát a szem retinájának leválása következtében előforduló vaksághoz vezető folyamatnak a kezdetét meg lehet gátolni ezzel a ginkóval, amiről én beszélek. És például nem véletlen, hogy a ginkó úgy is mondják, hogy az ezer éves fa, mert hogy nagyon sokáig él. És ezt tessék komolyan gondolni, hogy átvitt értelemben is, aki fogyassza is, sokkal tovább fog élni. Hosszú kezelési időszak után, tehát akinek agyi károsodása volt, annál sokkal gyorsabban és látványosabban vesszük észre a javulását, mint annál, aki úgymond köszönöm szépen, jól vagyok, de szedem a ginkót. Tehát ott nem tudunk olyan látványos eredményeket produkálni, de maga az az eredmény, hogy nem romlok. És ez a mai világban már hatalmas nagy erő. Ha elkerülhetek egy sztrókot, az egy nagyon látványos eredmény, nem? Megint egy másik különleges része a dolognak, hogy a flavonoglikozidok nagyon hatékony antioxidánsok, és javítják az agyi ingerület átvidő anyagok működését. Tehát az, hogy például milyen reflexzel rendelkezem, hogy milyen gyorsan reagálok valamire, akár arra, hogy szóltak és én válaszolok, akár arra, hogy jaj, le akar esni ez a csésze, megfogom. Megfogom, igen. Szóval a reflexidő, a gondolat átvitel sebessége, a reagálás. Tehát például az öregedésnek az egyik nagyon-nagyon látványos folyamata, amikor úgy lelassul az ember. Tompul az agy, tompul a test működése, a reagáció. Na most ezek a flavonoidok, ezek a glikozidok hihetetlen módon tudják segíteni, ezt a folyamatot lassítják, bizonyos esetekben vissza is fordítják. Sose felejtem el egy kedves doktornő, aki Török Bálinti kórházban adjunktus, és az ő édesanyjának voltak nagyon súlyos ilyen agyi jellegű problémái, és orvos létére, meg a többi orvos segítségével sem tudtak neki segíteni. És láss csodát, nagyon-nagyon boldog volt ő is, meg mindannyian, hogy az édesanyja kikerült abból a intézetből, amiben úgy vitték be, hogy hát valószínűleg már itt fogja tölteni az utolsó napjait is. Tehát egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell adni a lehetőségét a gyógynövényeknek arra, hogy kifejtsék hatásukat. És a ginkó mindenek előtt, mint monokultúra, tehát mint egy maga is nagyon sokat segít, de azzal a társasággal, akiket úgy hívnak, hogy Ganoderma lucidum, ugye a kínai pecsétviaszgomba, a Fo Ti, a kinézi sisandra, és hogyha még mellé iszuk az aloe verát is, hát én azt gondolom, hogy az édesanyánkat és az összes többi szeretünket még sokkal tovább fogjuk tudni szeretgetni, együtt élni vele, mert a gyógynövények azért születtek a világra, hogy segítsék az ember egészséges, hosszú életét. És ezt nekünk kell kitalálni, vagy ezt így egyben megtaláljuk? Hát ez a másik nagyon nagy dolog, hogy
Mert ugye nem mindegy, hogy én most elmegyek és elkezdem, hogy azt a ganolucit szeretném bevenni. Nem. Tehát ez az óriási dolog, hogy, na, őszintén, hányan vannak úgy, akik azt mondják, hogy hát hallottam, hogy ez a ginkgo, az kell nekem. Bemegy a drogériába, vagy nem tudom hova, és akkor azt mondja, olyat kérek, melyiket. Hát, magára bízom. És akkor már nem ott vagyunk, tehát már nem egy dologról beszélünk. Tehát ez az egységes, ez egy tabletta. És megfelelő én 18 éve minden áldott nap fogyasztom. Tehát amikor nagyon sokan, és nagyon szépen köszönöm, amikor ilyen kedvesek, és jól esik hallani, hogy jaj Tibor, maga olyan ilyen, jól meg olyan magam, ki. Meg minden. És akkor én nem tudom elmondani, hogy mi mindent használok, de azt el tudom mondani, hogy két dolgot, amióta a szívinfarktusom volt, tehát 18 éve, minden nap fogyasztom. A ginkót és az aloét. Az aloét különböző változatban, ugye, mert van a natur, aztán van az, ami a mozgásszervi problémák, térd, csípő, derék, hát, nyak, tehát az ortopédiai részeket vigyázz, hogy jól működjön, illetve hát javuljon, az sem árt. És hát van az aloe, amelyik piros tőzegáfonyával van dúsítva, meg almapektinnel, az hát elsősorban a húgyúti, vizeleti petefészek, genitális részek segítésére alkották meg a tudós emberek. De itt is azért nagyon oda kell figyelni, hogy mit vásárol az ember, mert én azt szoktam mondani, hogy minden fillér kár egy olyan dologért, aminél van jobb. És hát ha valaminél, hát az egészségünknél nem szabadna spórolni. Ott a legjobbat adjuk meg magunknak, a leghatékonyabbat, amiben legtöbb a hatóanyag. És tudod, mindig emlegetem szegény édesanyámat, aki mindig azt mondta, hogy fiacskám, az olcsó húsnak kíg a leve. Tehát imádtam vele piacra járni, és akkor elrángatott onnan, ahol a folyós paradicsom volt, mert azt mondta, mire hazavisszük, abból nem maradt semmi, hiába volt olcsó. A szépet, ami egy hétig is, nem a mai paradicsomok, amik hónapig is elállnak, de mindegy, ez egy más téma. Még annyit visszatérve, hogy ugye én a tisztítást ígértem önöknek, hogy a tisztításról beszélünk, de a ginkó valóban tisztít, tehát nem csak az agyereket, hanem a végereket, az ujjbegyeinket, a tüdőnket, a szemünkben levő végereket, tehát tekintsék úgy, hogy ez egy általános tisztítás. És nagyon jól mondott Glória, mert a cukorbetegeknél is a tisztítás rettenetesen fontos. Például a sejteket a vérkeringés szempontjából tisztítja a ginkó, de javítják az agyi ingerület átvívő anyagok működését. Így javítják az agyi funkciókat. A hajszálerek tágulnak a ginkó által, javul a vérkeringés, hatékony az antioxidáns tevékenysége révén is. Csökkenti a káros szabadgyökök mennyiségét. És hát nem utolsó sorban tehermentesíti a sejteket, mert a kitakarításban nagyon nagy munkát végez a ginkó és a benne lévő ganoderma és a többi hatóanyag. Na most eddig az ereink tisztításáról beszéltünk, de hát a belsőnkben van még egy nagy rendszer, az emésztőrendszer. Hú, hát ez egy tényleg egy nagy falat, nagy rendszer, és a legfontosabb rendszer, hát ezt már annyiszor elmondtam, hogy aki hatos csatorna néző és nem tudja, az nem nézi a műsorunkat, hogy Hippokratesz ugye 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a gyomor a betegségek fő okozója, hiszen ha nem jól működik, nincs megfelelően kitakarítva, vagy kevés a hasznos lebontó baktérium, a probiotikum, ma már tudjuk, hogy az, és azt lehet is pótolni, akkor szinte mindegy, hogy mit eszünk, úgyse fog hasznosulni, hiszen bélsár formájába fog távozni a szervezetből az az étel, amit megeszünk, aminek egyébként az lenne a funkciója, hogy a vitaminok, ásványok, enzimek, koenzimek, mikroelemek, eszenciális aminosavak felszívódjanak a szervezetbe, attól leszünk energikusak. Hát mitől lennénk mástól energikusak, ha nem elsősorban az elfogyasztott ételektől? Tehát azért ne tessék azt hinni, hogy
az úgynevezett táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők, vagy urambocsá, a gyógyhatású készítmények helyettesíthetik a változékony normális táplálkozást? Nem. Arra, kedves hölgyem, kedves anyuka, önöknek van elsősorban hatása, hogy miképpen, milyen kíméletesen főzik az ételeket, elsősorban ne főzzék, hanem párolják, hogy a benne lévő tápanyagok ne pusztuljanak el nagyon, és nem véletlen ez a szép szó, hogy étrend kiegészítő, ezeket pedig azért kell fogyasztanunk, hogy bekerüljön a szervezetbe az is, amit elpusztítottunk különböző módon, főzéssel és más módon. Na most én azt ígértem, hogy külső tisztításról is lesz szó, ami hát tavasszal duplán érdekes. Engem nagyon érdekelne mondjuk egy zuhanyozás, mikor egészséges, mikor nem, és nagyon érdekelne például, hogy az elhasznált bőrre te mit mondasz, hogy mit lehet vele csinálni itt tavasszal? Hát a bőrradír az rettenetesen fontos ilyenkor, hiszen az elhalt hámsejteket kell a bőr felületről letisztítani, és ez nem megy egyszerűen csak szappannal, még alói szappannal se, hiszen azok a hám rétegek azért eléggé oda vannak. Nem akarnak olyan könnyen lejönni. Igen, nem akarnak, ez könnyebb így kimondani. Tehát bőrradírral az egész testet, elsősorban az arc, homlok, nyak, és úgy lefelé szépen meg kell csinálni, hiszen így több levegőt is kap, több oxigént kap bőrön keresztül. Ne felejtsük el, hogy amíg a babák nagyon komolyan a bőrön keresztül lélegeznek, így mi felnőttek is még a bőrön keresztül is kapunk bizonyos mennyiségű jótékony oxigént és egyebeket, de a város meg egyéb hatások, kipufogó gáz és a többi károsítja, ráncosítja, asszalja, tönkreteszi a bőrt. Így van. Tehát, ha már tisztítunk kívül, akkor én azt mondom, hogy aloe sampannal tegyük meg ezt, rettenetesen kevés kell belőle, így rettenetesen, nagyon gazdaságos. Tehát én gyakorlatilag folyékony szappant szoktam, aloe szappant használni, amivel borotválkozom is, amivel zuhanyzok, amivel mosdok, fürdök, és nagyon nehezen fogy el, hiszen nem így kell nyomkodni, mint a másik fajtát, hanem csak így egy pötty, és akkor az ujjamban ott van, és az elég, az az egy pötty egy borotválkozáshoz. Egyébként a férfiaknak is ajánlom, drága férfi barátaim, az arcunkat nekünk is illik szebbé tenni. Itt például a borotválkozás, ami azt hiszitek, hogy lenyúzza a bőrünket, nem. Hát nem a bőrünket nyúzzuk, hanem nagyon elterjedt sajnos a szőrtűsző gyulladás, ami nem annyira látványos, csak akkor, amikor borotválkoztunk, hogy utána kipattogzik a bőr. És ezt a kipattogzást, illetve a szőrtűsző gyulladást meg lehet oldani megint az aloé segítségével. Mert gyulladáscsökkentő, hámosító. Tanultál, Gloria, tanultál és készültél. Tehát a fiúknak ezt ajánlom, de azért ne csodálkozzanak a kedves urak, hogyha a hölgyek is el fogják kommunizálni ezt a bizonyos férfi borotválkozás utáni szert, mert nagyon kellemes, felfrissül mindenki, tartós az illata, egy olyan igazi, finom illat, friss illat. Tehát nincs más hátra, mint előre, azon az úton, hogy frissüljünk meg belülről, tisztuljunk meg kívülről, tápláljuk magunkat, és akkor jól érezzük majd magunkat a bőrünkben. Tibor, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is, és annyit, hogy a korrekt információkat lehet kérni, e-mailen is el tudom küldeni, mert hiszen ezek gyógynövények, és a gyógynövényekről hihetetlen jó könyvek jelentek meg. Nézzenek utána saját érdekükben! Remélem, hogy mai műsorunkkal egy kis vidámságot, egy kis nyarat loptunk az Önök otthonába. Remélem, hogy kellemesen érezték magukat velünk. Önök nézhetik továbbra is a Facebookon az érdekes fényképeket, követhetnek minket a honlapunkon is, a hatos csatorna weboldalán, de legjobb, ha hívják a műsor állandó telefonszámát 0620 9 340 330. Jövő héten pedig új műsorral jelentkezem.